Most mi történik? Most ellenőrzöm neked, hogy amivel ugrasz, az megfelelően alkalmas-e arra, hogy téged lehozzon. Elraktam a kisernyőt, ellenőriztem a tüskét, megnéztem az eleset, a három karikást. A többit már szerintem váltottam, illetve azt, hogy be van kapcsolva a műszer. Pro! És szia! Na mit fogsz csinálni? Mesélj! Ki fogok ugrani egy gépből, és nagyon izgulok, mert zuhanni fogok lefelé, itt a felhő fölött az égből. És úristen! Hányadik ugrás lesz? Ennél sokadik. Milyen magasról fogsz ugrani? Azt hiszem 1500 méter. 1500 méter? Hú, nagyon menő! Elég magas? Elég magas. Azt szokták mondani, hogy minél magasabb, annál félelmetesebb, nem? Igen, most hogy én is megpróbálom ezt az 1500-öset. Akkor gyerünk együtt, jó? Készülődés. Hová mész? Hát most felnek a felhők fel 1500 kb. Azt hiszem, ilyesmi lesz, aztán így megpróbálok kívülni. Lehet, hogy kilógok a szárnyra. És utána mi fog történni, ha megpróbálták kívülni? Igen? Aztán kinyitom az ernyőt, és nézelődök, nézem a Dunát, nem, meg ilyesmi. Két zászló között befut. Hú, de jó esett. Milyen volt? Kurva jó. Hagyják napi ugrás. Nagyon jó esett. Nagyon szép az idő. Nagyon jó volt ugrani. Nagyon kellemes volt így a magasságon. Szép új a felhők voltak, gyönyörűsága, kockás terítő, ahol találtunk. És ahogy Johnny kiugrott a gépből, utána még egy ilyet csináltunk.